kérem szépen azt a bizonyos, nagyon vad amerikai zenevonát nem szeretem. Különben se nagyon szimpatikus nekünk régebbi öregeknek, mert mi a finom melódiákhoz volt, és nem ehhez a elferdített zenékhöz, mert ez minden csak nem zene. A dobolás, hát nem kell dobolni. Hát kellemesen lehet élvezni, hogyha az le van halkítva. Akkor élvezhető. De akkor, amikor itt állati, már így mondom, hogy állati hangon üvöltenek, és közben azt a nagy dobot verik, hát azt tarthat. Oda látni, ahol ők játszanak a mi ablakunkból. És látom, az a fiatal, egész fiatal gyerek van, és az úgy veri, mintha élvezné, hogy bosszantja a ház lakóit meg a környéket, az annyira belevág. Hát azt legalább tiltsák be neki. Mi egy történelmi vállalkozás részesei vagyunk. Népünk állandóan gyarapodó tudásával és erejével építi a fejlett szocialista társadalom magas épületét. Ez a ház még nincs kész, de miközben tovább emelkedik, már valamennyien otthonosan lakjuk. Ifjúságunk napról napra tetteivel bizonyítja, hogy jól érzi magát épülő szocialista társadalmunkban. Magáinak vallja a pártunk politikáját, teljesíti hazafias, internacionalista kötelességeit. Mikor kezdődött, hogy kezdődött a Liverszig? 1963. Alakult meg szeptemberben. Hol? Óbudán, a Adi Endre kultúrotthon. Nem lehetett angol énekelni. Nem lehetett angol számokat, vagy amerikait, meg pláne. Hát ez tiltott zene volt ebbe az országban, abban az időben. Akkor ez a kerületi rendőrkapitányságon kérték a repertoárt, és akkor mi egyébként olyanokat adtunk be, hogy Rolling Stones paródia, meg Beatles paródia, és Moszkva parti esték, feldolgozás, meg ilyenek. Aztán nem azt játszottuk kész. Ez volt az egyetlen ellenállási lehetőség. Más lehetőséget nem kaptál. Különben elvitt a rendőrség. Így is elvitt. De most mi? Az angol szöveg, vagy a zene? A zene is, meg a szöveg is. Mind a kettő. Egyformán mi fekete gyerekek voltunk. A Budapesten volt, abban az időben volt, hogy 2500 vagy 3000 zenekar is működött egy időben, és az egyetlen voltunk, akik ezt csináltuk. Amikor láttuk a hatást, hogy mit érünk el a közönségnek, az visszahatott. És akkor teljesen úgy, hogy fogtam magam és beleugrottam a közönségbe. Azt úgy elkaptak. Elkaptak, azt visszadobtak a színpadra, de az, akkor már a következőnél már hívtak, hogy ugorjál belénk. És itt kezdtem játszani először a Liberszinger, ez volt az első buli. És képzeljétek el, annyira begerjedtem erre a zenére, meg az Árpika őrültségeire, hogy mögöttem így tekergette a mikrofonálványt, hogy nekem megindult a lábam.
Képzeljétek el, megindult a lábam, rugdostam az orgonát, és berúgtam itt a közönségbe, berepült az orgona, ami még nem is volt kifizetve. Képzeljétek el, az volt a szerencsém, hogy a közönség elkapta, visszahozták, kicserélték a zsinort, kész, és ment tovább a dolog. És ide az IFI parkban emlékeztek, hogy hogy kerültetek? Hogy jött először? Há, ez egy nagyon érdekes dolog, az úgy volt, hogy a május 9-én lépett föl a Louis Armstrong a Népstadionba, a teltházzal, és a Rajnák a Varga Laci meg a Zsomborral megegyezett, hogy föllépünk ugyanaznap itt az IFI parkban. Aztán a Zsombor meg a Laci rájött, hogy hát nem jó, mert ki fog eljönni a parkba, amikor a stadion teltházzal megy. És óriási, nekünk kellemes meglepetés volt, mert a Láncidig állt a sor vége itt a parknál, mert az akkori fiatalságnak már nem a Louis Armstrong zenéje kellett, hanem ez a beat zene, ami akkor volt. Az MHV-be, meg a izébe, a hanglemezgyárba be se jutottunk. Be se jutottunk? Nem, hát szóba se álltak velünk, az Oriba meg pláne. A Zsolt járt be az Oriba, próbálkozott, neki se volt sikere. A Zsoltnak az volt a baja, hogy ugye a Liversingből jött, és ugye a Liversing le volt írva, mint nem kívánatos egyén, illetve hát mint zenekar. Olyan környezet, ami ebbe az országba a pártállam mellett nem működhet. Meg kellett volna döglenünk régebben, ő szerintünk. Szeppel autógyárnak volt egy bulija, amikor aztán ott lett egy jó őrjöngős buli volt, akkor egyszer csak a közönség bedöntötte a bejárati ajtót, akkor a rendőrök körülhattak a színpadra, mindenkit le akartak fogni, engem, hogy hagyjam abba a dobolást, a gitárokat kihúzgatták, akkor mi elkezdtük verni a rendőröket, hogy ne húzzák. Varga Laci a basgitára szájon vágta a rendőr. Ott azt hitték el a közösség, meg azt hitte, hogy ez meg van rendezve. Hogy itt valami áruhás, beöltözött emberek. És marhára még nagyobb őrjöngés lett egyébként, de hiába történt ez az egész. Tehát akkor leállították, azért túlerőbe kerültek, vagy hívtak erősítést, akkor már valami 20-valahány rendőr volt a színpad környékén, verték az embereket, minket is, mi is, őket. Ti minden egyes alkalommal kockáztattátok azt, hogy elvisznek a rendőrök, vagy hogy valamilyen balhé lesz? Szerintem féltek, a rendszer félt. De alapvetően félt a rendszer, féltek. És rettenetesen félt, mert ilyesmi nem volt az országban más, csak ezeknél az ifjúsági beatzenekaroknál. Máshol nem volt ilyen tapasztalható sehol. És ez egy olyan ellenállás jelentett, amit a hatalom, az akkori hatalom, attól rettegett. Ezeket a bandákat, ami a leglényegesebb, hogy ezeket a közönség választotta magának, nem a lemezgyár választotta, hogy majd ez jó lesz nekik, és nem az S. Nagy István írta meg a piramis szövegeket, hogy akkor most ezt érzik a fiatalok, nem. Írtak jót, rosszat, most mindegy, de az a lényeg, hogy ezeket a bandákat a közönség emelte pajzsra. Az országos rendezőiroda, a hanglemezgyártás, tévé, rádió, sajtó, szórakoztató tevékenysége a szórakozás divatjaihoz sokszor csak utóéletükben kapcsolódnak. A művelődés politikai gyakorlatban a szórakozás kérdése háttérbe szorult, sok esetben szükséges rossznak minősült. Ezeket az 64-ben még például alvilági erotikus eltévedésnek nevezték az egyik kiskelbi ülésen a beatet magát. Nekem az lenne a kérdésem, hogy látja az idő előre haladtával 1960-as évek közepétől, minek a hatására oldódott fel ez a viszolygás a beattel szemben, illetve volt ennek valamiféle periodicitása? A 60-as évek egészének, ha úgy tetszik, történelmi feladata. Ez pedig az 56 utáni kádári konszolidáció. Ezért érezhették azt azok a rétegek, akiről te beszéltél, hogy ez egy szabadabb időszak,
hiszen a megállapodásnak a lényege az volt, hogy a magánéletedben nem fogunk beleszólni, ha a közéleted csöndben van. Ez egy húzd meg, erezd meg történet volt a 68-as reformoktól kezdve egészen a Kádár korszak végéig. Mindig jöttek olyan korszakok, és benne néhány olyan politikus, aki jobban szeretett volna nyitni, hát nyilván a nyitottságnak is megvoltak a határai, és utána mindig jött, nem kulturpolitikai okokból, hanem direkten gazdaságpolitikai vagy egyéb okokból egy ellenhullám, egy szigorodás, a kemény vonalasoknak az előtérbe kerülése. Ti voltatok az első szólzenekar Magyarországon. Igen, én kijelenthetjük. A Szófiai Viten hallottunk egy finn zenekart, egy szólzenekart. Ami úgy mellbevágott, mert valami annyira különböző volt, meg passzolt nekünk valahogy. Attól fogva megváltozott az irány. Klubokban, akik szerettek és támogattak minket, mi váltottunk talán, vagy lehet, hogy nem. Azoknál nem volt probléma. Kifelé pedig szívesen vették a friss hangot, tehát ilyen nem volt, rock volt rengeteg, mindenki pop rock, de a fúvosokkal támasztott szólzenét nem nagyon, tehát szívesen vették, szerintem nem volt nehéz. Nem, sőt. A klubvezetés az nyilvánvalóan valamilyen szinten be volt a pártállamhoz kötve. Akár az ötödik kerületi tanács, amit az előbb említettél, akár esetleg a KISZ. Ez a KISZ-nek volt a műegyetem KISZ bizottsága, persze. Hát mindent úgy hívtak, hogy KISZ. Ez is elhalkul az eredeti, mit csináljunk vele? Halkuljunk, vagy? Nem kéne halkulni. Nem, szerintem. Vezető az nyilván egy adott ember volt. Milyen kapcsolatot ápolt veletek? Mennyire próbált a repertoárba beleszólni, vagy ezt teljesen szabad kezet kaptatok, és azt játszottatok, amit akartatok? Beleszóltak a vezetők, a klub vezetők? Én nem emlékszem. Nem tudom, hogy te mennyire tárgyaltál. Szó sem volt erről. Mint minden klub, például a Gerlóc is, azért bizonyos szempontból zárt volt, tehát oda tagsági könyv kellett. Igen, az igen. És hát nyilvánvaló, az most már utólag tudjuk, hogy azért ezek a címek, nevek és minden az égvel le volt adva a rendőrséget. Tudtunk mi erről? Nem tudtunk mi erről. Ez sunyiba ment. Pap Ferenc Fedő nevű ügynök jelentése. 1971. február. Feladatom volt a Pesterzsébeti Vasas Művelődési Otthonban játszó Atlasz tánczenekar és körülötte kialakult társaságról Schlepp jellemzést készítsek, és ezen kívül megtudjam, hogy az odajáró fiatalok milyen csoportokat alkotnak, és milyen tevékenységet folytatnak. Feladatommal kapcsolatosan jelentem, hogy a zenekar körül kialakult Schlepp túlnyomó részt közeli ismerősök, rokonok. Valaki, aki sokat lejárt hozzánk, oda a Gerlóba, de tehát nem volt a belső kapcsolatunknak a része, de úgy jól ismertük, szervasz, valamikor egyszer még ott a Gerlóban megkeresett engem, csak annyit mondott, hogy üljünk le egy-két szóra. Jó, üljünk le, baráti beszélgetésre. Azt mondja, szeretnék valamit kérdezni. Mondja, már nevére sem emlékszem. Azt mondja,
megkereshetlek én téged néhányszor, és úgy tudnál nekem bizonyos fokú hangulatjelentést mondani arról, hogy mik voltak a koncerteken. Nem is fogtam föl, hogy ezért, azt hittem, hogy újságíró. Újságíró. Igen, hogy valami ilyesmi. Na persze, jó, hát keressé meg. Jó, jó, akkor lehet, hogy keresek. Valaki azt mondja nálatok, hogy jó lenne magyar számot is csinálni. Ja, a saját számokat drukkoltak és tapsoltak és bátorítottak, azt hiszem, teljes mértékben. Igen, van. Például dolgoztunk valamint két hétig, és akkor bemondtuk vasárnap, hogy gyerekek, a héten kész lett az egyik számunk, és akkor síri csönd, és hallgatták, és állati nagy taps. Tehát persze, a saját családban ez nagyon jó. Az Atlasz csúcsa. A Tánzda Fesztiválon volt egy elég jelentős, az a Segítség nevű szám, az azért valamit jelentett nekünk a Tánzda Na, Fesztiválon. Ez egy tipikus. A nagy szárok között megjelenik valaki, és elkezdett ordítani. Vagy Na. mindegy, ordítani, ordítva énekelni. Az ifjúsági magazinban voltak a különböző slágerlisták. Hát az volt egy ilyen tipikusan a könnyűzenei, popzenei újság. És emlékszem, hogy a 70 elején megjelent ifjúsági magazinban, benne nekem megvan otthon a benne az benne volt, hogy a múlt év legjobbjaira lehetett mindig szavazni, és az Atlasz együttes a múlt év zenekarja közül az ötödik lett. Tehát ötödikek voltunk abban az évben, 69-ben. És ez köszönhető a Tánzda Fesztiválnak is. Persze. 1970-ben, amikor ti még aktívak voltatok, 1700 dal ment be a Sanzó Bizottságba, és ebből 350-et engedtek át. Ja, tehát és további 150-et pedig újra módosításra visszaküldtek, az összes többit elvágták. Amit én átéltem, most azt kérdeztétek, hogy házaltam-e egy nagy lemezügybe például, mint zenekarvezető. Nem csináltam, mert nem tudtam, hogy hogy kell, lehet, hogy az hülyeség, meg nem volt annyira profi nyomás bennem, hogy na most ez evel, hogy ki az, aki múlik? Bors, vagy volt egy-két ember? Erdős. Ugye? 1969-ben ugye az Illés együttessel és a szintén népszerű Echo együttessel adtatok egy olyan teltházas koncertet a Kis Stadionban, ahol nyugodtan mondhatjuk, hogy ti egyenrangú társai voltatok a másik két szintén sztárzenekarnak. Ott azért már az Illésnek volt nagy lemeze, már a másik nagy lemezéket kezdték el csinálni. Nem éreztétek azt, hogy ekkor nektek is megnyílhatnának a kapuk? De. A hanglemezgyártó vállalatok kapui? De. Ez világos. Mi múlhatott akkor az, úgy éreztük, hogy most már itt az idő, vagy érik az idő. Azért, mert a sikerek alapján, tehát a visszhang alapján, tehát nem fütyültek ki minket, hanem ugyanúgy tapsoltak, sőt, drukkoltak nekünk a többi nagy bandák mellett. Ekkornak volt nagy lemeze? Nem. Nem, akkor nekünk sem volt, igen. Na, szóval nem voltunk egyedül. Igen, a mellé, hogy mondjam, voltak többen ilyenek, akik már majdnem, de mégsem. Igen. Megállapodtam a hanglemezgyárral, hogy te, neked nincs pénzed, meg csak egy stúdiód van. Ott is inkább komoly zenét veszel föl, mondtam a Borsnak. Vette a beat zenekarokat, azokkal
kisebb a gond, kevesebb pénz kell hozzá, stb. Én megveszem a nagy ügyeket. Ott egy ilyen hallgatólagos megállapodásunk. Tudod? És a bétesek örültek neki, mert nálunk kontrollon keresztül kellett menni. Nála pedig semmi. Ő beültette a zenekart, játszottok, aztán vagy sikerült, vagy nem sikerült. Mit csinál egy zenekar 68-ba vagy 70-be, hogyha van 8-10 száma és szeretne egy nagy lemez Magyarországon? A Sanzon Bizottság rendszeresen visszadobta a számokat. Nem a zenékbe kötöttek bele, mert most mit lehet egy émolba, mit lehet belekötni, vagy egy 2-4-be, semmit, de a szövegekben azokban mindenhol. Mm. És a szövegek többségében olyat is belehallottak, ami nem is volt benne. De azt tudni kell, hogy a lemezgyártáshoz szükséges nyersanyagot, amivel préselték a lemezt, azt nyugatról vették valutáért. A bakelitot. A bakelitot. Ez egy ilyen morzsadék, amit aztán fölmelegítenek, szétpasszíroznak, és a többi, na mindegy. És hát erre minden évben az akkori tervgazdálkodás keretében minden évben igényelni kellett ennyi és ennyi tonna morzsadékot, amiből aztán lemezek lehettek. Na, ezt kellett szétosztani. És ebben benne volt a Bartók vonos négyes, benne volt a cigányzene, benne volt a Latinovics verslemeze, a rock and roll, a magyar volt, mindenki. Ha mondjuk az Erdős Péter történetesen annak idején belém lett volna szerelmes, és nem a Neotonos Évába, akkor nekünk lett volna egy csomó lemezünk, mi nyertük volna meg a Yamaha Fesztivált, és nem sorol még, mi minden lehetett volna. De nem. És az Erdős Péter szakmailag is, és emberileg is egy katasztrofális egy ürge volt, mert az volt a kedvenc szavajárása, hogy a saját szavam akkor vonom vissza, amikor akarom. Ilyen emberrel nem lehet megállapodni. Itt egy lehetőség most, ugye, hogy ez a zenekar lemez felvételt is produkáljon, és megmaradjon valami abból, ami régen. És most az az érzésem, hogy visszacsöppentem a 60-as évekbe, amikor külföldi zenekarokat másolt a Mick Jaggert, meg a Morrison. Most Flam Ferencet fogom másolni. Ez jó. Úgyhogy a közönség el fogja várni azt, hogy hangzásban azért az Atlasz dalok megközelítőek, hát úgy nem tudok énekelni, mint a Feri, úgy szólaljanak meg, próbálom interpretálni majd. Pártunknak az az álláspontja, hogy az élet minden területén növelni kell a szocializmus ügye iránt elkötelezett magatartás tiszteletét. Erősíteni kell azt a közszellemet, amelyben a társadalom pozitív erői, a szocializmus hívei a hangadók, amely nem tűri el a társadalom ellenes magatartást, a fegyelmezetlenséget, a cinizmust, a közösség megkárosítását. A 70-es évek közepétől a 80-as évek legelejéig terjed, amit én átláttam, vagy amiben dolgoztam, az egy nagy dilemmával küzdött mind a művész, mind a fiatal művészek, mind a fiatal közönség terén. Mindkét vonatkozásban azt kellett megélnie a rendszer kulturális és egyéb politikai irányítóinak, hogy ehhez a generációhoz nem találnak igazán utakat, és ebben a kise sokat tud nekik segíteni. Létrejön az Országos Közművelődési Tanács, ami a Acél György égisze alatt jön létre, de a fő funkciója a fiatal nemzedékekhez való közelebb kerülés különböző eszközei, és ebben hangot kapott a popzene ügye is, de például a különféle népzenei fajták, csoportok, táncok, táncházmozgalom, egyebeknek az integrálása. Egy nagy történelmi fordulat történt, a fiatalság máma 15 évtől 25 évig egy önálló életet él, ami azelőtt a társadalomban nem volt. Ebben az önálló életben azt jelenti, hogy saját kultúrát is akar. Ez a kultúra nem egyszerűen folytatása az eddigi szórakoztató művészetnek, hanem bizonyos mértékig olyan, mint a népművészet, mert maguk alkotják, nem a profi hottyákok, akik ebből élnek, esetleg ők is ebből éltek aztán, de ezek a fiatalok maguknak való zenét, amelyben a maguk életformáját, a maguk életét, nagyobb szexuális és szerelmi szabadságot, de nagyobb életszabadságot követelve ezt írták.
Papp Ferenc Fedő nevű ügynök jelentése. 1970. április végén a Corvin étteremben beszélgetést folytattam a Sirius együttes tagjaival. Az alábbi személyek voltak jelen. Orszácki Miklós, Raduj Mihály, Pataki László. Elmondták, hogy már megkapták útlevelüket Ausztráliába, szeptemberben indulnak játszani. Feladat. Az informátor feladatul kapta, hogy a zenekar tagjaival elutazásuk előtt 2-3 héttel folytasson beszélgetést. Évek végén, 70-es évek elején egyszer csak megjelent a magyar zenei életben egy fantasztikus underground zenekar, a Sirius. Mikor alakult, kik voltak benne? Amikor Zseki feljött hozzám a Király utcába, a Mogyorosival, az első pillanatban arra voltam kíváncsi, meg szerintem ő is, hogy mi érezzük egymást, vagy nem. Zeneileg természetesen. A lényeg az egészben az, hogy én elkezdtem játszani, rögtön ráénekelt, vagy ha ő másképp énekelte a bulin, vagy bármikor, akkor én másképp játszom. Tehát nem, igen, hát nagyon durva kifejezés, egoizmus, az nem szabad, az ki van hagyva a zenéből. Tehát mindig együtt kell játszani, ez a lényeg az egész. Szerintem ez a legfontosabb. Ezek a srácok egymással beszélgettek a hangszereken keresztül. Jó. És ez nem csak az a zenei jártasság volt, ami alap, hanem ez egymás ismerete, egymás lelkületének és az egész embernek az ismerete, hogy ő hogy ismerte a Jackie-t, még a többi társát, és tudta, hogy milyen választ fog kapni. Ez egy olyan dolog, amit az összes tribe-t bent nem tudja leután. Ez nem is szabad ebbe belenyúlni, mert ebben nem lehet. Valaki szólt nektek, hogy ebben nincsen húzás. És akkor a Jackie a meg a Veszelinov összeállt, és utána, hogy a dob meg a basszus kőkeményen elkezdett játszani. Laci tudja ezt megmondani. A dobbasszus nem jó, és nincs groove, és nincs húzása. A többi hangszer játszhat bármit, lehet csodálatosan zongorázni, meg szaksofonozni, de nincs alapja az egésznek. És ettől lett szerintem világszintű egyébként ez a Sirius. A Siriusban az volt az érdekes, hogy nagyon-nagyon tartalmas zenét csinált, és nagyon-nagyon tartalmas szövegek párosultak hozzá. Tehát egy olyan kerek egységet alkotott esztétikailag és minden szempontból ez a muzsika, ami igazán sokkal nagyobb publicitást és nyilvánosságot érdemelt volna, mint amennyit kapott. És a mai időkben is, ugye, akiknek úgy megmutatom, fiatal zenészeknek vagy, azt mondja az egyik énekes lány nekem, hogy te, ez nem jazz, ez nem rock, ez egy Sirius zene. Ez ilyen. Először volt ebben az általunk is szeretett Siriusban egy olyan, néhány olyan szám, ami, hogy úgy mondjam, commerce volt, igaz? Egy kicsit, igen. Mikor történt a váltás? Na, hát szerintem amikor a Charlie Fisher itt volt Magyarországon, az egy srác, akinek a nagyszülei való Romániában éltek, magyar származású, sülünk a Royal szállodába, akkor mi a Csanádi utcába játszottunk, a Csanádi utcába, klubba, mindenki oda járt le, jam session, minden, nagyon jó buli volt, és sülünk a Royal szállodába, kajálunk, sertéssülök, pékné módra, két szemére ezt tettük, na mindegy, a lényeg az, hogy ott ült mellettünk a Charlie Fisher egy társasággal, és átszólt nekünk, hogy ilyen ekkora hajat, ti biztos zenészek vagytok. Mondom, igen. Szóval hol lehet itt jó zenét hallani Magyarországon? Mondom, hát gyere le a Csanádi utcába, hallgass meg a zenekarunkat. Lejött, annyira tetszett neki, hogy azt mondta, hogy kivisz minket Ausztráliába.
Egy hónapon belül megjött a szerződés, repülőjegy, kifizetve minden, tökéletes, és kiengedtek. És ki is mentünk Ausztráliába, ott várt a Hammond-orgon, a dobfelszerelés, minden meg volt véve, ledolgoztuk, és most jön a lényeg, a Charlie Fisher kitalálta, hogy ő szövegíró, nem kitalálta, hanem ő szövegíró is volt, és megcsinálta a Ördög állatszolgája című számot. Az Ausztrália egy előrelépés, ugye? Tehát mindenképpen. De miért jöttünk vissza? Magyarországra? Igen. Úgy kezdődött az egész, hogy kint vagyunk Ausztráliában, elkészült a lemez, akkor még nem volt CD, lemez, Ördög állatszobája, Devil's Masquerade, és Charlie Fisher azt mondta, hogy most megyünk Amerikába, és ott eladjuk a CD, lemezt, és fellépünk. És akkor így, akkor voltunk először külföldön. Hány évesek voltunk? Mindegy. 20. 20 akármennyi. Szüleink Magyarországon, valakinek a barátnője, vagy nem tudom ki-e. És akkor eldöntöttük a következő dolgot. A szívünkből jött, de lehet, hogy ezt rosszul csináltuk. Visszajöttünk Magyarországra, és azt gondoltuk, hogy visszajövünk Pestre, meglátjukatjuk a szüleinket, és innen megyünk Amerikába. De az első variáció lett volna, hát utólag persze, az első variáció lett volna jobb, hogy Ausztráliából azonnal kimegyünk Amerikába. Nem ezzel a hátatok mögött. Így van, és csoda lett volna. Viszont visszajöttünk Pestre, innen pedig nem engedtek ki. A Sirius az miután, hát hogy mondjam, idézőjelben egy magasabb szín, komolyabb zenekar volt, tehát komolyabban kellett vele foglalkozni, nagyobb területen dolgoztak, több turnéjuk volt. Tehát... Az ügyeket te intézted? Nagyjából. És akkor hát, hogy volt ez, hogy ugye egyszer kimehettek Ausztráliába, aztán haza kellett jönni, és aztán amikor másodszor pedig már nem engedték ki őket. Olyan nincs, hogy haza kellett jönni. Lejárt a szerződésük. Ha szerez még egy szerződést, akkor beküldi, ugyanúgy megkapja a pecsétét és megy tovább. Ez mind nagyon jó, hogy kinek állt volna érdekében, jöjjön haza Sirius. Jó, nekik nem. Nekem sem, az országnak. Senkinek sem hiányzott innen a Sirius azért, hogy jöjjenek haza. Na most akkor a Sirius miért nem kapott útlevelet? Nem tudjuk. A Baronics utolsó interjúján volt szerencsém ott lenni. A Zsolt akkor elmesélte nekünk, hogy itt ebbe a cégnél, hadd ne menjek bele újra a nevébe, volt két úriember, aki szinte lakás árának megközelítő pénzeket, ami autót lehetett, csúszópénzt kért, hogy kimehessenek. Na most ugye adegy, hogy volt egy olyan, hogy a zenekart meghívták a Great Western Fesztiválra, ahol végül is azt közölte ez a két ember, hogy már a Sirius nem létezik, és így kikerült az LGT oda, pedig ti mindent el is minden. Adtatok, úgy tudom, egy csomó dolgot felszámoltak 1973 közepére, meg mindent, és nem kapták meg ezt a lehetőséget. Miért nem lehetett szerintetek Magyarországon magyarországi kiadású lemeze a Siriusnak? Én a hivatalos szervek nevében nem tudok nyilatkozni. Én akkoriban, mint lemezvásárló, biztos, hogy ott álltam volna a sorba, és így dörömböltem volna a lemezbolt kapuján, hogy végre a magyar nyelvű újabb Sirius lemezt megvegyem. Hát nem tudok erre mit mondani. Jackie keresett meg engem, Orszácki Jackie, Siriusból, hogy az akkor már nagyon népszerű, Ausztráliában megjelent lemezüknek lenne egy magyar kiadása is, és annak meg kéne írni a magyar szövegeit. Éjszakákon keresztül ültünk a Royal sörözőben, a Royal szálló sörözőjében. Elkészült a teljes lemezanyag magyarul. Fordult a kocka, mert az erdősik arra gondoltak, hogy mégiscsak jobb, hogyha angolul marad meg, mert angolul nem érti senki, mintha magyarul jelenne meg, mert azt megértik. Amikor én ezt megtudtam, amikor hát Jackie is el volt keseredve eléggé, de
Amikor én ezt megtudtam, akkor ez engem annyira fejbe vágott, előzménye, hogy a Taurusnak akármit csináltunk, nem lehetett lemeze. Nekem ez lett volna az első nagy lemezre lehetőségem, ami már majdnem valóság volt, hiszen készen volt, de egyszer csak egy tolvonással át lett az egész húzva, én ezen annyira bedőhöttem, hogy az egész paksamétát úgy, ahogy van, összetéptem és tűzbe dobtam. Önnek még lett volna még egy lehetőség. Igen. Ezután, hogy kimenjenek a Sydney Opera házba ezt a széttört álmok dolgot megcsinálni táncosokkal, meg egyebekkel, oda nem engedték már ki őket. Az volt a végső pont szerintem. Ugye, Laci? Jól emlékezem ezek a dolgokra. A megnyitóra úgy volt, hogy őket kérték föl, hogy csinálják meg a Sydney Opera megnyitójára, a Sirius-t kérték föl, hogy csinálják meg. Ezt nem tudtam, hogy pontosan ezt a széttört álmok szvitet akarták ők. De azt tudtam, hogy ez nem valósult meg. Hogy... Én egy rajongó voltam. És én ott voltam az utolsó koncerten is, meg amikor a hajón a Jackie elmondta, hogy ennek most vége lesz, és így álltunk, néztünk egymásra, és úgy éreztük magunkat, mint aki alól a szőnyeget így, vagy a talajt kihúzzák. Ez egy olyan érzés volt, hogy na most ezután mi lesz? De teljesen nem értettük az egészet, ugye hát 17 évesek voltunk, 16. Nekünk ez volt a mindenünk, hogy ezt a zenét hallgattuk, ezt az atmoszférát magunkba szívtuk. Egy kicsit Amerikát elhozták nekünk ide a sötét kelet-európai, hogy mondjam, kommunizmusba vagy szocializmusba. Amikor a Sirius, tehát így 1973. augusztus 29-én ebbe a felállásba megszűnt létezni, akkor elmondhatom azt, nekem meghalt a zene. Utána még elmentem egy-két olyan bulira, amikor az új felállás volt, de utána éveken keresztül nem is jártam koncertekre, hanem otthon a lemezeimet hallgattam baráti körbe. Tehát sokkal később jöttem vissza koncert látogatóként, nekem meghalt a zene abban a pillanatban. Hárman már nincsenek a zenekarban, sajnos, és emlékezzünk egy fél másodpercre a Jackie, a Baronics és a Veselinov. Tehát ők már nincsenek a zene, tehát ők meghaltak sajnos, és már csak ketten vagyunk a Siriusból. Tehát hogy itt eddig te szólóznál, na de most... és itt jön a szaxi átvenni tőled a szaxi szóló. Csak két szóló legyen? Aha, csak tehát egy kör, verze, refrén. Ördög állarcos bája címadó dalán kívül azt hallottam, nem tudom, hogy rádióban vagy valahogy, de azt ismertem azt az egy számot, és Orszánszki Jackie nevét ismertem, de ezen kívül én gyakorlatilag a Siriusszal nem találkoztam. Én 2010-ben úgy kezdtem el tanulni a Sirius számokat, hogy ennyi elő életem volt Sirius ügyben. A Siriusra is így tekintettünk, mint egyfajta kihívást, tehát ebben a zenekarban mindenki kicsit szerénytelenül úgy gondolta, hogy azok a zenészek jönnek, akik igen jók, és be akarják bizonyítani azt, hogy ebben az Apa Sirius emlékzenekarban mindenki személyesen akarja a saját tudását bizonyítani a közönségnek, és a Sirius is így merült föl, hogy hát akkor játszunk már magyar zenét, hát milyen magyar zenekar van, aki ilyen szinten, ilyen minőségben zenél, mint a Frank Zappa, hát a Sirius. A Siriuson kívül igazán ilyen komplex
zenét nem játszott, ennyire összetett zenét nem játszott azóta se, szerintem a magyar zene. Úgy készülünk erre a koncertre, hogy ez egy nagy felelősség lesz minden zenésznek, hogy tudása legjobbát adja, és hogy méltóképpen tudjuk azért a Sirius örökségét is megörökíteni. Bementem a Vigyázó Ferenc utcába például, az ott a bankkal szembe van, és ott annak volt egy kultúrháza, ahol először láttam olyat, hogy nem táncolnak a tánczenére, hanem ülnek a földön és hallgatják a cinit, az alatnai cinit. Igen. És úgy elcsodálkoztam, hogy jé, milyen más világ ez, milyen. Szia Attila! Csókolom! Szia! Csókolom! Szia! Hogy vagy? Csináltam egy beat koncertet az 5. kerületi együttesekből. Na. A kis stadionba. Na most ez az a botrányos, ahol aztán a végén Fáklyás menetben csúcsosodott ki a koncert vége. Milyen nagy balhé volt, amikor a Skampoló, az Illés, az Omega játszott. Milyen utca volt? Hát a sportcsarnok volt ott. Nagy szocialista szobrok. Tudom. Emlékszel rá? Persze. Na most nem volt egy szerencsés választás összehozni a Dixielandet, a luxemburgi stílust játszó Illéssel, a rockabillyt játszó Skampolóval, mert a közönség már Skampoló alatt oly módon beindult, hogy alig lehetett őket ülve tartani. A Skampoló a három zenekar közül elsőnek játszott. Hát milyen sikere volt? Óriási, felgetleges. Miért lett balhé utána? Elkezdtek játszani valami orosz dalt. Orosz népdalt. Mosonyi Dixieland elkezdte játszani ezt a ominózus Moszkva parti. Ja, igen, Padmaskovnyi vécsera. Akkor már oroszul lesz olmizája most. Na, és itt elindult a pokol. Ott vannak tényleg a nagy plasztikák. Na ez volt az, ha valaki nem hallotta volna, mert azért az újszülöttnek mindenki cím. Na most ennek egy lényege volt, hogy ez valóban egy ilyen experience, egy kísérlet volt, hogyan tudjuk lelágyítani ezt a beat mozgalmat, amit még a kisbizottság, meg a pártbizottság, pedig az már foglalkozott vele a 22. kongresszuson is. Brezsnyevig nem ennyi. Azt sem tudta kezelni ezt az egészet. Ruscsi volt akkor, Ruscsi. Igen, Nyikita elvtársunk, apánk volt. Apád, neked volt az apád, nekem nem volt az apád. Tehát... Anyádnak is az apád. Amikor vége volt a koncertnek, akkor elindult a nép a kis stadionból. Meggyújtották az újságokat, meg minden ilyen Fáklyás felvonulás ment, és jöttek a lovas rendőrök, és kísérték, vigyáztak a menetre. Szóval ilyenek voltak. Akkor nagyon csúnyán kaptam. Akkor behívtak a pártközpontba. Hideget, meleget kaptam érte. '68 után föltűnt egy új generáció, hát ezt szokták a nagy generációnak, vagy a 68-asoknak hívni, már Magyarországon is a kultúrában. Ez hát éppenséget talán a zenében jelentette a legnagyobb áttörést. És ezekkel nem értett szót a rendszer. Mit jelent az, hogy a világtörténelemben mit jelent az, hogy most a fiatalságnak más a szerepe, mint ami eddig volt, és hogy az a művészetben még mit fog jelenteni, úgyhogy ez tökéletesen így volt. Ez persze nagy támadásokat
hívott ki az akkori hivatalos társadalomból, hogy mondjam, az AVH-n gyakorlókon volt. A KISZ-t is és az ott dolgozókat is arra akarták használni, hogy hát ez a ti generációtok, milyen szót mondja, konszolidáljátok őket. Nem kell mindenkinek harcos kommunistának lenni, hát ezt pontosan tudták, hogy lehetetlen, de hogy férjenek meg a rendszer határai között. Faci Leptás fölhívott engem, és azt mondta, hogy Vitányi Leptás, itt ez már tűrhetetlen, hát jelentést kaptam, hogy a sebőklubban a zongora alatt szeretkeznek. Nem ezt a szót használtam, hanem egy kicsit drasztikusabban. Mondom, acélreptárs, nagyon kérem, hogy most oda megyek magához, üljünk az autóba és menjünk ki a sebőklubba. De nagyon kérem. Elmentünk, kimentünk, bementünk a sebőklubba, megmutattam. Nézze, itt van egy pianinó. Ezen zongorázik a sebő. Ha maga ez alatt szeretkezni tud, akkor szóljon. Azt mondta, magával nem lehet beszélni, mondom, dehogy nem, hát ne hallgasson az AVH-ra, ha hülyeségeket mond. Ez a 68-as hullám, ami hát végül is Nyugat-Európában is, de még az Egyesült Államokban is valamilyen társadalmi, közéleti, ifjúsági hangulatot tükrözött. Ez a politikai elitek, gazdasági elitek, értelmiség körében is megtette a maga hatását Magyarországon is. A közoktatás, közművelődés további tökéletesítése a szocialista továbbfejlődésünk egyik alapkérdése. A közművelődés a szocialista tudat formálásának nélkülözhetetlen eszköze, tehát a közművelődési tevékenységet ideológiai, politikai munkának kell tekinteni. De nem felejtjük el Lenin figyelmeztetését, a szocialista kultúrában csak az szabad elértnek tekintenünk, ami gyökeret eresztett a mindennapi életben, ami szokássá vált. Nincsen apám, se anyám, se Istenem, se hazám, se bölcsőm, se szenvedőm, se csókom, se szeretőm. Harmadnapja nem eszek, se sokat, se keveset, 20 esztendőm hatalom, 20 esztendőm eladom. Hogyha nem kell senkinek, hát az ördög veszi meg, tiszta szívvel betörök, ha kell embert is ölök. Elfognak és felkötnek, áldott földdel elfödnek, s halált hozó hőterem, gyönyörű szép szívemen. Jönnek a szovjet csapatok északról, északkeletről és délről. De ők csak a szovjet csapatokat említették, a lengyel és más csapatokat nem. Pedig azok is jöttek. Később, körülbelül 11-kor értesülést kaptunk arról, hogy Cservonyenko Svobodánál van. 11 óra körül már világos volt, hogy a szovjet csapatok az ország területén vannak. Közben megérkezett Svoboda elnök. Azt mondta, hogy Cservonyenko gyakorlatilag bejelentés nélkül látogatta meg, és bejelentette Svobodának, hogy vegye tudomásul, hogy Csehszlovákiát megszállták. 1970. március 3. Budapesten működő és általam ismert nagyobb együttesek tagjainak és lepjének részletes jellemzése. Első, Keksz együttes. Vezetője Dolevicényi Miklós. Összesen 5 főből áll az együttes. Imre Attila basszusgitár, Baksa Sós János énekes, Bianki Iván gitáros, és Kisfaludi András dobos. Jelenleg az első kerületi tanács művelődési házban játszanak minden szombat 18-tól 22 óráig. Első kerület, Bemrakpart, 6-os szám. Igazán jól senki nem tudott énekelni, és kellett egy énekes nekünk. És az egyik ilyen ötlet valahol a 17. kerületben egy kerthelyiségben szólt,
ahol a Vastaps nevű zenekar játszott. Senki nem volt a kerthelyiségben, szépen megterített asztalok, meg nem tudom micsoda, és a Vastaps csak játszott. Játszott, mi ott a hárman vagy négyen bevonultunk, és elkezdtük hallgatni ezt a zenekart. Az énekes észrevette, hogy ezek zenészek, vagy mit tudom én, és elkezdte produkálni magát. Fölugrott az egyik asztalra, aztán átugrott a másikra, aztán a harmadikra, mint a verébe a morzsák érjeli, össze-vissza, és valami kamu rock'n'rollt, vagy mi a fenét énekelt. Én azon csodálkoztam, hogy hogy volt olyan hosszú zsinórja, mert nem is tudom, egyszerűen. A zenekar már régen a horizonton túl volt, és akkor ő ottan produkálta magát nekünk. Fantasztikus egy látvány volt, és élmény, hogy van egy ember, aki abból, hogy itt nincs senki, és csak mi vagyunk a zenekar, meg ez a négy ember, aki vendégként bejött, hogy ezt ő áthidalta azzal, hogy nekünk kedveskedett, és velünk hülyéskedett. Nem egy Tom Jones volt, a Baksasos János, de maga ez a látvány, és ez mindez, amit ő csinált, ez olyan helyes volt, hogy végül is abban maradtunk, hogy akkor jó, legyen ő az énekes. Emlékszem, régen volt, mikor még együtt élt a család. Esténként anyám főzött nekünk vacsorát. Mi testvérek csak nevettünk, s élveztük a meleget. Gara Fedő nevű ügynök jelentése. 1970. május 9. Beszámoló a Kex együttes körül végzett munkáról. Többször találkoztam Doleviczényi Miklóssal, aki az együttes orgonista zenei vezetője. Beszélgetéseinkből kiderült, hogy a zenekar produkciója abban tér el a megszokottól, hogy a háttérbe szorított konkrét zenélés mellett inkább szöveg és ezt kísérő mozgások töltik ki a műsoridőt. Egy alkalommal végignézve a műsorukat, egyik számukat különösen erősnek találtam, amely azt akarja bemutatni, hogyan zajlik egy április 4-i felvonulás. Ez kezdődik a repülők felvonulásával, ilyen-olyan repülőfajták érzékeltetése mozgással, és végződik, hogy a katonák bombát dobnak a tribűnre. Ez, miután az április 4-i dátum konkretizálja az esemény jellegét, félre sem érthető. A Kex együttes pontosan az antitézisét, az ellentétjét jelentette az akkori szürke, standard intézményesültségnek, és valahol a játszó embert, a homoludenszt tette lehetővé, vagy testesítette meg. Ezekben a utólag talán nosztalgiával megszépített 60-as éveknek, amik azért nem voltak olyan nagyon szépek. Csillagok, megvakulok, mellettem elsuhan az idő, angyalok bújnak elő. Meteor, amelybe lehúz, mese szép lány, arca eltűnt, hangja talán csak nekem dalol, nem tudom. A Bemrakparton vagyunk, annak idején a Jancsit óriási történeteket mesélt, talált ki, improvizált. Ezek közül volt az egyik, akkor elkezdtem mesélni, hogy barátommal, Pierrel a tengeren voltunk. A tengerben úszkáltunk, kristálytiszta vízben, hol hason, hol háton, hol a víz alá buktunk, és néztük az élővilágot. A tenger kristálytiszta volt, még az esélytyőket is láttuk. És akkor vettem észre, hogy a távolból egy nagy hal közelek. Azonnal fölismertem, azonnal rögtön fölismertem, ez egy vízibálna volt. Vízibálna volt. És akkor eszembe jutott, hogy a nagy hal megeszi a kis halat, mondta annak idején a magyar tanárom. És az az ötletem támadt, hogy azt mondtam Pierre-nek, hogy te tetesd a kis halat, én alábukok és elintézem. Elkezdte tetetni Pierre a kis halat. Nagyon ügyesen kis halazott. Annyira ügyesen kishaladott, hogy le se tudtam venni róla a szememet.
De közben a vízibálna, ahogy jött, úgy is ment. És bekapta Pierre-t. És én ott voltam egyedül. Elfordultam. Nem a ijegységtől, a szégyentől. 3 hétig fel sem mertem jönni a víz színére. Ezzel abba hagyta a történetet, közben szólt a halk zene, és elkezdett ugrálni. Zene! 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 És a zenekar beleerősített. A keksz az színes volt, izgalmas, érdekes és szórakoztató. És pontosan ezzel a pajkos szamárfülmutatással, ironikus mosolyan tette nevetségessé az intézményrendszer a politika egészét is. Valahogy az egyetemi színpadi koncertek összemosódnak egyetlen egy ilyen örületes eseményé. Az maradt meg bennem, hogy úgy kezdődött a koncert, hogy sötét, aztán kivirágosodott a színpad, berohant a Baksa, és fölrohant a falon, és megállt a levegőbe vízszintesen, és utána elkezdett József Attilát szavalni. Nyilvánvalóan minden lépését figyelték, de egyszer a Pasarétről átvágva a Rózsadombon, a Marcibányi tér felé ment, és egy jeep követte őt végig, aki egy idő után elkezdett a járdára is felmenni utána, úgyhogy egyre jobban elkezdett félni, hogy ezek megőrültek, meg akarják őt ölni. És menekült, és a Bimbó útnál már olyan vaddá vált az üldözés, hogy az utolsó pillanatban tudott a Barsi Parknál felmászni a domboldalra, és ott akkor elvesztette az üldözőit. Nyilván voltak ilyenek, a fene tudja ilyenkor persze, mert ha a BM nagyon akciózik, akkor ez fölsőbb egyeztetés nélkül nem csinálja, hát az persze. Egy katonai hierarchia. Agyon verték volna, hogyha itt marad még tovább, ezt a szabadságfokot akkor itt nem lehetett tovább csinálni. Mert egyszerűen minden másodperc az életének provokáció volt a hatalommal szemben. Naimányi azt mondta, hogy amikor elment a Baksa, és megszűnt a keksz, azt mondja, akkor kiürült a város, mármint hogy Budapest. Aha. És hát persze van benne valami, mert olyan merész és olyan bátor, és olyan nagyképű és olyan szemtelen előadásokat, mint amiket a Baksa csinált a kekszel, olyanokat senki nem csinált, és egy fiatal művésznek pedig nem kellett ennél több, mint nyilvánvaló, itt érezte jól magát, mert itt kapott valami biztatást, valami, hogy ő látta azt, hogy így is lehet, szóval ezt is lehet, és ilyen szabadnak is lehet lenni. Utána olyan diszidálások voltak, hogy az hihetetlen. Yeah. Hát a 60%-a legalább a társaságnak az mind kiment. Részlet Szőnyei Tamás Nyilvántartottak című könyvéből. Nyilván készült intézkedési és vagy bomlasztási terv, határidőkkel, felelősökkel, de a jelentésekből is kirajzolódik a keksz szétforgácsolódásának szomorú képe. Így tűnik el a semmibe egy tehetséges társaság a normális esetben be is következő megérdemelt siker a beérkezés helyett. Elment a Baksa, én abban a tudatban voltam, hogy vissza fog jönni. Ez valahogy ez így épült belém, és hogy... Ezt mondta valaki? Valóra Vicényi azt mondta. Tehát végeredményben lehet, hogy reménykedett benne. Most már olyan mindegy végül is, mert kár nem ért engem. A kekszet élőben nem láttad, de azért meséltek neked róla. Mit mondtak? Hát annyi jut eszembe, hogy... csak rajzolok, hogy miről álmodok. És leírom, amit gondolok. Ez magába foglalja a zenei és a gondolati szabadságot. És mindenki, aki hallgatja a keksz szöveget, mindenki más gondol bele. Ezt a jelenlegi dolgot egy teljesen más aspektusból nézem, mert ha Baksa nem lenne, Baksa nincs itt. A Baksát pótolni semmilyen formában nem is lenne szerencsés, nagy bolondság lenne beleállni, és valaki ugyanazt a dolgot próbálná meg az árnyékában megcsinálni, mint amit ő csinált. Viszont itt maradt egy csomó gondolat, és itt maradt az a zenei anyag, ami annak idején fémelezte. Köszönöm.
hogy én menjek. Sietnek, nem várnak tovább. Mert azért nagyon sokan ismerik, megemlékeznek a Kexre. Sokan várják és tudnak róla. Hát azért nem úgy kell előjönni vele, hogy vadonatúj névvel és új számokkal. Azt, hogy át lett formálva egy picit, azért van mihez kötni. Nem használhatjuk úgy a zenét, ahogy az annak idején megvolt, akkor mit kell csinálni? Fenekestől fel kell fordítani az egészet. Ma itt vagyunk a stúdióban, és 16 nótának a befejezéséhez közeledünk már. Emlékszem, régen volt, mikor még együtt ért a család. Esténként anyánk főzött nekünk vacsorát. Mi testvérek, csak nevettünk, s élveztük a meleget. Én a zenében találom meg a szabadságomat, és ez érdekel a muzsika. Farsangi Fedő nevű ügynök jelentése. 1970. június 16-án este az ifjúságparkbeli rendezvény után a Várkert kioszkétteremben beszélgettünk. A beszélgetésnél jelen voltak Radics Béla, a Tűzkerék együttes vezetője, és Harmat Ádám. A beszélgetés során Radics Béla az alábbi kijelentéseket tette. Én nem fogok bedőlni ezeknek a rohadt kommunistáknak, én nem nyalok ezeknek. Orivizsgát sem teszek, mert nem leszek kommunista zenész. Amikor a Neotonnal egy állami kiküldetésben eljutottunk Afrikába, visszafelé jövet Amsterdamba láttuk, hogy Black Sabbath Paranoid koncert lesz. És ez olyan élmény volt számunkra, legalábbis a Somlai Jössre meg nekem, meg a Debrecenire, hogy elhatároztuk már a visszafelé jövő IL-18-as repülőgépben, hogyha hazajövünk, kiszállunk a Neotonból, és ilyen zenét fogunk játszani magyarul, magyar dalokkal, magyar szövegekkel. És hát ez így is történt. Méretetlen népszerűségre tetszett a Béla, és azzal a nagy adottsággal rendelkezett, ami kevés embernel adatott meg, hogy úgy tudta interpretálni ezeket az eredeti Cream, Jimi Hendrix dalokat, hogyha behunyta valaki a szemét, és nem látta, csak hallotta, egy az egybe szóltak ezek a dolog. Tehát ő neki a népszerűsége innen datálódott, és ez hozta át a Taurusba, amiben egy szélesebb nyilvánosságot kaptak ezek a dalok. A Somlajos már játszott a Radics Bélával, aki az első pillanatok kezdve őre esett a választás, így a Béla lett a szólógitáros, Lajos volt a basszusgitáros, a Brunner Győző maradt a dobosnak, és jó magam a billentyűsnek. És az ötödik emberünk pedig Horváth Attila volt. Amikor 1972-ben mi bemutatkoztunk a Budai Ifjúsági Parkba több mint 10 000 ember előtt, köszönhetően a Radics Béla fantasztikus népszerűségének, ezek a dalok ütöttek, első hallásra ütöttek. Pap Ferenc Vedő nevű ügynök jelentése. Feladatom volt a régi néven Sakmat együttes, új néven Tűzkerék együttesről jellemzést készíteni. Az ifjúsági parkban lettek különösen ismertek, és közülük is Radics Béla az együttes vezetője. Kirívóan nagy haja és rhythm and blues zenéje, ami százakat megmozgat egy-egy fellépésre. 24 éves, fanatikus zenész, csak a zenével foglalkozik. 4 éve ismerem. 1969. októberében a Radnóti Művelődési Otthonban a mikrofonba bemondva hangosan a következő kijelentést tette. Nem tudunk jó felszerelést vásárolni, mert gázsinkat az a kommunista barom ilyen kicsiben állapította meg. Majd a technikai hibát kiküszöbölve folytatták a zenét. Úgy ismerem, mint egy flegma cinikus szemét. Kicsit mi egy angol száz zenekar benyomását keltettük a zenénkkel, ha mondhatom így, és hát az újszerű szövegeinkkel, hát hisz akkor énekeltünk ilyeneket 70-es évek elején, mint a Kőfalak Leonnak, ugye, ami több értelmű dal is lehet. Anyám végasztaj, és sorolhatnám a dalokat, Zöld Csillag,
megátkozott ember. Tehát stílusában, mind a zenéje, mind pedig a szöveg újszerű volt. Ez a nemzedék ugye ott hagyja a szülőket, ott hagyja a családot, és teljesen új utakat keres, saját magát akarja megvalósítani, és mit tenni. De mégis van egy szöveg, ahol arról szól, ami arról szól, hogy az anyám, és az én anyám, ugye, aki engem szeret. Az is közös bennünk a Fecóval, hogy mind a ketten korán veszítettük el édesanyánkat. Ő jóval korábban, ő már egész kis gyerekkorában. Én 18 éves koromban veszítettem el édesanyámat, és ez a 72-es Taurus idejében még egy nagyon közeli történet volt. Mi ösztönösen azt csináltuk, amit éreztünk. Tehát mondhatott nekem bárki bármit, ez belőlünk jött. Legszebb éveimben még gyermek voltam én. Azt hittem, hogy mindig kék az ég. Anyám minden éjjel megfogta kezem. Egy korosztály akarta magát megmutatni, fölhívta a figyelmet arra, hogy létezik. Itt most már egyfajta szabadságot ismertek föl ezek a gyerekek, amit ez a zene árasztott, amit közvetített, ami a lényege. Tehát egyéniség vagyok, szabad akarok lenni, ne parancsoljon senki. Nagyjából ezek voltak azok a egyrészt önmegmutató, másrészt bizony kicsit fiatalosan rebellis és lázadó gondolatok, amik viszont tele voltak emberi érzelmekkel, nem koppintott soha senki az orrunkra. Gondolom, hogy a beszélgetésnek a lényegi apropója az úgyis az, hogy ez mitől eltitkolt zenekar, hát nem lehetett lemeze a zenekarnak. Na de miért? Na most, hogyha... Na, hát azért, mert olyan hirtelen, olyan robbanásszerű siker volt, ami tömegeket mozgatott meg, és az akkori hatalom, az paranoiásan a tömegtől úgy félt, mint a tűztől. A 70-es, sőt már én szerintem 68-69-től, de mondjuk arról merek nyilatkozni, amit átéltem, akkor a rendszer tett ugyan tétova kísérleteket a fiatalok ideológiai meggyőzésére, de az az érzésem, hogy az alapvető törekvése 80-as években már biztos, de talán előtte is pár évvel az volt, hogy nyugi legyen. Hogy, tehát nem azt várta, hogy ezek a fiatalok lelkes ifjú kommunisták legyenek, nyilván örült, ha minél többen azok, hanem azt várta, hogy maradjanak nyugton. Ez a Kádár rendszer egész logikája volt, és gondolom én, hogy azokkal a zenekarokkal volt baja, ahol úgy látta, hogy az ő aurájukban, vagy szellemi, vagy közösségi körükben nem maradnak nyugton. A citadellai bemutatkozónkon, amik vehető egy sajtótájékoztatón, a Erdős Pétertől kezdve a Bors Jenőig. Ott volt az Erdő. Az összes fontos újság, televízió, mindenki ott volt, amiben már ígéretet kaptunk egy kis lemezre, és ennek a folytatásaként, ha úgy fogadja a közönség, egyébként úgy fogadta, túl zajosan, túlságosan jól, hogy a várva várt munkánk gyümölcse, a nagy lemezünk a kezünkben lesz. Az akkori politikai vezetés, de ez mondható a rádió, tévé, lemezgyár és bármilyen területére, azok az emberek voltak és mondhatták ki a végső szót, akik nem értettek a műfajhoz. Mindenben politikát láttak, hogy a rendszer megdöntésére irányul. Pláne, ha ilyen hangos, és sokan mondják benne a belváros, hogy a Bélát, a Párt, Baradicsot, a kormányra, és Hazám, Hazám, Ébred című dalt énekelnek. Egyszer csak elindult egy folyamat. Az a sok kudarc, amit nem tudott feldolgozni. Nem vagyok orvos, hogy ezt elmondjam. Megéltem mellette bizonyos szakaszokat, folyamatokat. Találkozott azzal az orvossal, aki hitet adott neki, aki azt mondta, hogy van még dolga az életben, mert ismerte azt a Bélát, aki
a fénykorában volt, aki az embereknek nagyon-nagyon sok mindent adott, és még most is ad. Infúziót kapott, teljesen kicserélte, tehát mentális, és mindenféleképpen. Szóval hogy az a Béla volt, akit én megismertem, aki mosolyogott, és gyerünk, és akkor pezsgünk, és akkor... És az volt, hogy jöttünk ki, és ahogy a könyvben mondtam, a tengerész gyalogos a vállára tette a táskáját, amiben mindenféle könyvek, mert ugye könyvek, legnagyobb tartalma a táskáján a könyvek voltak, fölvette, és akkor kijött, és akkor pezsegni fogunk, macikám. És hát az első útja a biztos az örömébe, meg a felszabadultságába a kocsmában vezetett. Én a cukrászdába mentem süteményért, és akkor mondtam neki, mikor bementem, és már a második felest itt, akkor mondtam neki, hogy el foglak hagyni, ha még egyszer bekerülsz a kórházba. Mielőtt meghalt volna, akkor az Óriba ő bejárt, és én már láttam a szemébe a halált. Debrecenből születtem, és azért 1966-ban már volt iskolazenekar, és olyan hírek jöttek Budapestről, ami a szívemet melengedte. Egyszer csak jött néhány ismerősök, azt mondták, Miki, van Pesten egy zenekar, amelyik olyan számokat játszik, amit ti is szeretnétek, és ezt úgy hívják, hogy Taurus. Mondjuk előtte sakmat volt, de ugye én még onnan kaptam a híreket, aztán megtudtuk, hogy ez lehet a Taurus. És van ott egy gitáros, azt mindenképpen meg kell nézned, úgy hívják, mivel a dicsőtélnak, el fogsz álljunk. Ki lehet ez? Ember, mikor a rádiókban nem tudunk róla. Egy új formáció jött létre, Móri Attila, Bajzács Zsolt, Zsoldos Tamás és Anna Bálint, személyben plusz én. És akkor rájöttünk, hogy a Béla zenéjét lehet játszani úgy, hogy az majd. Mai megvilágításban, mai felkészültségben, hogy a közönség hallja, hogy ez igenis akkor is nagyon jó volt, és most is nagyon jó, sőt, még jobbá lehet tenni, nem a gitár vagy a dob, hanem az egészet, mint művet, szinte úgy mondtuk, hogy újra lapoztuk, talán ez egy helyes kifejezés. 25 éve játszok ezeket a dalokat, amiből tulajdonképpen kettő darab volt, amely stúdió körülmények között került rögzítésre, a Szólíts megvándor és az Zöldcsillag, az összes többi dal pedig olyan rögzítéssel került felvéve, közönség soraiból, keverőplektusra való hatás talán a legfontosabb, hanem inkább a vagányság, a tüzesség, illetve az a fajta változatosság, ami az akkori életet jellemezte. Minden egyes dal személyes élményekre alapul, legalábbis hatásában ez jön le belőle.
people, what they think I'm gonna cry. Touch you, metal people, I'm gonna think I'm gonna cry. Yeah, I can't find a gun, no matter how I try. When I get back to the door, I'm the danger than the blue. To the devil's masquerade, come along and bring your wife and daughter. Meet the people at the ball before they start the fun, and I'm sure they set your mouth to water. Meet the priest, his name is Joe. He wasn't very good. Run off from the convent with a sister. His congregation followed him and leashed him from a tree. Apparently the bishop's staff had missed her. Schizophrenia. By day he worked from 9 till 5 and sat as near death. By night he lost himself in a slaughter.
People like candles, people of the world. Take a moment of silence for all the pain and hurt. We live on one planet and a one blue sky. There's just one sun shining, so why do we cry? There is no other way. God has many names, that's all we can say. But God, the only one. There is no other way. God has many names, that's all we can say. But God, the only one. Once I had a vision, but a brother man's will. There's not one religion, all the pain and hurt. You knew you feel the meaning of life, it has no meaning at all. Brothers lie white against white. Zöldsárga, zöldsárga, hangyák lejárt. Rovarok nyüzsögnek, föld felé repültek, ott csendesen zümmögnek. Bogarak elmennek, röptükben zenélnek. Tölgyfának törzsében hallgattam én őket.
messze megáll. Kiszólt egy hang, hogy én menjek, figyelnek, nem várnak tovább. Óriási házakat láttam, hallottam vonat autóját, felőközt madarak szálltak, utánuk repülök tovább. Most hogy ki vagyok? És már alig értem szavad. Végig éltél, tudom, kemény dolgokat, szíved mélyén súlyos csönd marad. De félek már, sosem érhetlek el, kőfalakban ütközik kezem. Tánam, 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 fényes napok, most jó így nagyon. Az arcom mosolyok őrzik, gondolkodom, állok a porban. A béke embere vagyok. Semmi rosszat, a holnap ki tudja, mit hozhat még. Napfényes napok, én tiszta vagyok, az árnyak elvonultak, elindulok, állok a porban. Az úton csillog még a sár.
be semmi rosszat. Oly jó, hogy egyedül találok én. Hey! Sírs haza, ember, és mondd a bolyongás embere hat. És ha oly szomorú voltod, ne mondd soha többé. Lásd, ezek most nem fényes napok.
napfényes napok, most jó így nagyon. Az arcom mosolyok őrzik, gondolkodom, állok a porban. A béke embere vagyok. Ne mondj most semmi rosszat, a holnap ki tudja, mit hozhat még. Napfényes napok, én tiszta vagyok.